A tapolcai választás demokratikus verseny volt, tudomásul kell venni és tiszteletben kell tartani a választók döntését, mondta Orbán Viktor Zalaegerszegen. A miniszterelnök azt is mondta, hogy sajnálja az eredményt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mi másként kötnénk össze Magyarországot Európával és a világgal, mint ahogy ezt a Jobbik tenné, és azon kell dolgozni, hogy a Fidesz útvonalterve vonzóbb legyen az emberek számára. A négy. A magyar nép. Ezt válaszolta Orbán Viktor ma Zalaegerszegen egy újságíró kérdésére, amikor azt kérdezte, hogy mi döntött a hétvégén a tapolcai időközi választáson a Jobbik jelöltje javára. Magyarországon demokrácia van, és egy-egy politikai erőnek a súlyát azt a magyar nép jelölti a döntései révén. Most ez így történt a hétvégén is, egy szép demokratikus verseny volt, 21 néhány jelölttel, komoly lehetőségek adottak az ember, és így döntött a nép. Orbán azt mondta, hogy bár sajnálják az eredményt, de azt tiszteletben kell tartani, és a Fidesznek tudomásul kell venni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az a dolguk most, hogy az az útvonalterv, amivel ők rendelkeznek, az nagyobb vonzerőt tudjon az emberek irányába kifejteni, mint az a hétvégén történt. Egyszerre nő a magyar gazdaság és áll biztos pénzügyi alapokon. Ez egy komoly dolog. A miniszterelnök Zalaegerszegen arról is beszélt, hogy befejezik a kórház fejlesztést, és ha kell, akkor vágányt építenek az ipari parkba, és ahogy Sopronban és Egerben, úgy itt is segít a város közúti megközelítését. 2018-ig befejezzük azt a közútfejlesztést, amelynek segítségével kétszer kétsávos autóúton önök el tudják érni a már létező magyar autópályarendszer. Zalaegerszeg és a kormány közötti megállapodás aláírását követően Orbán Viktor miniszterelnök azt is mondta, hogy ezek a fejlesztések nem jelentik azt, hogy a pénzügyminiszternél számolatlanul áll a pénz. A kormány most a rendelkezésre álló keretet osztja fel.